Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Szintet lép a legnagyobb szálloda. Vasárnap birtokba vehetik a vendégek a Munkácsi szárnyat. Beindult a parlagfű. Optimális az időjárás az allergén növény fejlődéséhez. Túlórában nyírják a füvet. Sok munkát adnak a növények a közüzemi Kft. Munkatársainak. A törölköző nem szép. A strandokon is oda kell figyelni értékeink védelmére. Vasárnap birtokba vehetik a vendégek Gyula legnagyobb szálláshelyének új szárnyát. A szálloda ezzel fontos mérföldkőhöz érkezett, amit egy névváltoztatás is kísér. Ez a nap híre. Június 1-ével névváltás történt az Erkel Hotelben. Boros Zoltán igazgató kiemelte, Magyarország és Közép-Európa legnagyobb szállodaláncának brandjét, ezáltal megkapta a gyulai szálloda is. Ezzel egyidejűleg új elnevezést kapott a Hunyadi terem is. Azóta Hunges Gyulaként nevezik Gyula legnagyobb szálláshelyét, tehát a régi Erkel Hotelt elhagytuk. De természetesen, mint helyiek, nekünk továbbra is fontos tisztelegni a város talán legnagyobb szülöttje előtt, úgyhogy a nevet nem hagytuk el teljesen. Nagyon sokaknak kongresszusokról és a nagyvárosi rendezvények helyszíneként ismerős lehet a nagy termünk, a plenáris konferencia termünk, ami a továbbiakban az Erkel terem nevet fogja viselni. Az igazgató hangsúlyozta, elkezdődött a főszezon, ez látható a szállodába érkező vendégek számán is. Kezdetét vették a klasszikus nyaralások, így egész nyáron magas foglaltsága van Gyula legnagyobb szálláshelyének. Fordulóponthoz ért a szálloda, hiszen vasárnap adják vissza a vendégeknek a már felújított Munkácsi szárnyat. Minden a terv szerint harad szerencsére, és bár most már nagyon lázasan készülődünk a nyitásra, az újdonságokat felsorolni se tudnám, hiszen ez egy teljes felújítása volt a régi Munkácsi szárnyunknak. Itt a gépészeti felújításoktól kezdve egészen a dizájnbeli különbségekig sorolhatnám, hogy mi mindenről gondoskodunk. Ez egy modern, teljesen a mai igényeknek megfelelő és a mai vendégközösségünknek megfelelő szállodai szárny lesz, és maximálisan ki tudja majd szolgálni az ide érkező vendégeket. Boros Zoltán kiemelte, a Dürerhez hasonlóan a Munkácsi szárny esetében is 4 csillagos besorolásra pályáznak. Hamarosan a minősítési eljárás is megkezdődik, ezzel összességében 308 szobássá bővül a Hunges Gyula. Amint mindkét szárny 4 csillagos besorolást kap, azzal az ország legnagyobb vidéki wellness szállodájává válik, amely Gyula életében is mérföldkőnek számít. Július 11-én megkezdődik a szerb-magyar rendezésű U17-es röplabda leány Európa-bajnokság Békés Csabán. A gyulai szálloda lesz a hivatalos szálláshelye, a felújított Munkácsi szárnyat pedig első vendégként a sportolók és a velük érkező stábtagok fogják belakni. A júniusi meleg csapadékos időjárás optimális feltételeket biztosított a parlagfű növekedéséhez. Az allergén növény kelése jelenleg is folyamatos, figyelmeztetett a NEBIH. A csapadékos, meleg időjárás kedvező feltételeket teremt a parlagfű csírázásához és fejlődéséhez, írta közleményében a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Az állomány többsége már az intenzív hajtás növekedés fázisában van, a legfejlettebb egyedek elérik a 120-150 cm-t. A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében vagy tereptárgyak környékén, parlagon hagyott területeken, utak szélén, árokpartokon, elhanyagolt, zárt kertekben fordul elő. A parlagfű szezonja általában július második felétől októberig tart. A leggyakoribb tünetek közé soroljuk az allergiás náthát, mely orrfolyással, tüsszögéssel, orrviszketéssel és ordugulással jelentkezik, majd a későbbiekben akár orrmellék üreggyulladássá is súlyosbodhat. Folyamatos túlórázás mellett nyírják a füvet a gyulai közüzemi Kft. Munkatársai a város közterületein. A munkaórákat illetően már most ott tartanak, mint a teljes tavalyi évben. Rengeteg munkát adott az elmúlt hetekben a fűnyírás a gyulai közüzemi Kft. Munkatársainak. Az elmúlt évekhez képest tavasszal és a nyár első felében is sok eső esett,
ez pedig kedvezett a fűfélék növekedésének. Pont a hét elején beszéltem a kollégákkal, a gépkezelőkkel, hogy az idei évben, tehát ahogy említettem, július elején vagyunk, de a üzemóra számlálók azt mutatják a fűnyíró traktorainkon, hogy ebben az évben már annyi munkaórát töltöttünk fűnyírással, mint az elmúlt évben egész szezonban. Tehát ez az intenzív fűnövekedés azért intenzív munkavégzést is igényelt társaságunktól, ez az intenzív munkavégzés pedig extra igénybevételt is jelentett a gépeknél, amiből sajnos következik, hogy azért történnek meghibásodások is. Az elmúlt hetekben a gépek javítása miatt küzdöttek nehézségekkel, de a műszaki problémákat sikerült megoldani. A fűnyírással kapcsolatos feladatokat a cég munkatársai csak túlórázással tudják ellátni. A fiúk jelenleg is túlórában dolgoznak, nem csak a mögöttünk látható fűnyíró traktorokkal, hanem a kézikaszások is, illetve a traktor, a hidrotkasza tekintetében is ez igaz, hogy hétközben munka, tehát a 8 órán túl is, még hétközben is minden nap túlóráznak, illetve szombatonként túlmunkát van, látjuk el a feladatot. Az én számításaim és terveim szerint azért hétvégére már elég jól előre fogunk haladni, tehát kezdjük magunkat utolérni. A fűnyírási szezonban a Gyulai Közüzemi Kft. Szabadságolásoktól függően 15-20 munkatársa foglalkozik ezzel a feladattal. Hasznos tanácsokat ad a rendőrség a nyár beköszöntével. Többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy a strandon vagy a vízparton nem biztonságos az, hogyha egy törülközővel takarjuk le értékeinket. A nyár beköszöntével arra hívják fel a figyelmet a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai, hogy fokozottan figyeljünk a személyes dolgainkra. Télen kabátban járunk, sokan mély zsebben hordják a telefonjukat, az irataikat. Nyáron pedig előfordul, hogy lengébb ruhaviselése esetében könnyebben veszítjük el dolgainkat. A napokban történt Dobozon egy olyan eset, ahol feltettek egy telefont egy autó tetejére készülődés közben. Amikor elindultak, elfelejtették azt onnan levenni. És ahogy elindultak a kocsival, akkor leesett a tetejéről. Hamar észrevették a tulajdonosok, hogy nincs meg a telefon, viszont mikor már keresték, akkor nem találták meg. Aztán volt egy másik eset is, egy gyulai nőt ért elég nagy kár. Biciklivel indult el, és hátra feltette a hátitáskáját, amiben benne volt a pénztárcája, az iratai, benne volt a telefonja, mellette még egy e-book is, és ilyen formában ez a táska ugye gyakorlatilag 350 ezer forint körüli értéket tartalmazott, és menet közben leesett. A nő, mikor észrevette, ugye visszament és próbálta megkeresni a táskát, de sajnos nem találta meg. Arra kérünk tehát mindenkit, hogy nagyon vigyázzon a személyes dolgaira. Szombati Andrea kiemelte, a pénztárcákat, táskákat még rövid időre se tegyük le egy piaci vagy egy bolti bevásárláskor a bevásárlókocsiba, vagy egy telekkosár tetejére. A telefonokat mindig tartsuk magunknál, tanácsos egy jól záródó táskát beszerezni és abban hordani. A sajtószóvivő hangsúlyozta, a talált dolgokat nem lehet megtartani, hogyha nincs semmilyen azonosító adat, akkor az önkormányzatok jegyzőinél kell leadni talált tárgyként minél hamarabb. Ha ezt nem tesszük meg 8 napon belül, akkor bűncselekményt követünk el. Szombati Andrea kiemelte, hogyha elmegyünk egy fürdőbe vagy vízpartra, akkor a törölköző nem minősül széfnek. Bizony, minden évben elmondjuk, hogy a törölköző az nem széf, és nincs is lakat rajta, tehát hogyha valamit törölközővel letakarunk, akkor egyáltalán semmilyen fajta védelmet nem adtunk a személyes dolgainknak. Arra kérnénk mindenkit, hogyha vízpartra indul, vagy strandra indul fürdőzni, akkor csak azokat a dolgokat vigye magával, amire feltétlenül szüksége lesz. Tehát például tanácsos az ékszereket is otthon hagyni, hogyha nyilván nem marad ez rajtunk a fürdőzéskor. Ne tegyünk ékszereket a táskába, ne legyenek ott, hogyha többen megyünk, akkor lehet, hogy elegendő egy mobiltelefont is vinni, hogyha nincsen értékmegőrző azon a helyen, ahová megyünk. Kulcsokat is tanácsos értékmegőrzőbe tenni, vagy hogyha erre nincsen lehetőség, akkor mindig a társaságban legyen valaki, aki ott marad ezzel a hátizsákkal, ezekkel a csomagokkal, és figyel a dolgainkra. Szombati Andrea hangsúlyozta, strandra csak annyi pénzt vigyünk magunkkal, amennyire előreláthatólag szükségünk lesz.
emellett a bankkártyákra is kellő figyelmet kell fordítani. A berlini speciális világjátékokon eredményesen szereplő Herceg Jánost köszöntötték a Városházán. Rövid hírek következnek. Görgény Jernő polgármester elismerő oklevelet adott át Herceg János bowling versenyzőnek. A speciális olimpia nyári világjátékokon elért kimagasló eredménye elismeréséért. A Harukken Sport Egyesület versenyzője a négyfős hazai bowling csapat tagjaként vett részt a 190 ország 7000 sportolójának részvételével zajlott berlini világeseményen. Herceg János egyéniben 6., csapatban 5., párosban pedig a 7. helyen végzett. A versenyen összesen 204 bowling versenyző mérettette meg magát. A versenyző édesapja kiemelte, a felkészülés során nagyon inspirálta fiát, hogy minél jobban teljesítsen a világeseményen. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, valamennyien büszkék lehetünk Herceg Jánosra, hiszen nagyon komoly sportteljesítményt ért el azzal, hogy részt vehetett a speciális olimpia nyári világjátékokon. Herceg János az elismerő oklevél mellett egy egyéves belépésre jogosító órát kapott a gyulai várfürdőbe. Piknikezéshez ideális hangulat fogadta azokat a családokat, melyek kilátogattak az Almási Kastély parkjába, a napokban megrendezett a koraszülötteket a középpontba állító eseményre. A kora pikniket immár 5. alkalommal szervezték meg, a különböző programokat pedig számos fiatal élvezte. Az elmúlt években széles körű összefogás bontakozott ki a koraszülötteket segítő mentőautó beszerzése körül, az akkor aktív közösség pedig azóta is bizonyítja, hogy összetart. Az eseményen elhangzott, a koraszülött mentés társadalmi támogatása folyamatos, de a mentőautó napi működtetéséhez erre szükség is van. A mintának megfelelően odaillesztjük a drukkolósablont, és egy speciális drukkolófestékkel mi ezt átdörzsöljük. A sablont elvéve megmarad a festéknyoma, így követheti mindenki pontosan azt a mintát, mely a Nemzeti Színház új hatalmas függönyét díszíti. Az összesen 160 négyzetméteres textília több csíkra lett osztva. Ezeket egy-egy hónapig kapja meg a Kárpát-medence területéről kiválasztott 50 hímző, akik között Farkasné Kun Anikó is szerepel. A gyulai viseletkészítő népi iparművész elmondta, nem könnyű a vastag bársonnyal dolgozni. A függöny egészén keresztül egy Kustán Melinda által tervezett életfa motívum húzódik. A hímzők annak az ágait, leveleit, lényegében a lomb koronáját készítik el. Farkasné Kun Anikó elmondta, megtiszteltetés számára ezzel a feladattal foglalkozni, mely ugyanakkor kihívást is jelent. A Nemzeti Színház fénytechnikája lehetővé teszi, hogy amint a függöny a helyére kerül, a nézők akár a hátsó sorból is láthassák a mintát, melyek mellé valamennyi alkotó belehímezheti a nevét. Egy hosszabb út előtt érdemes felkészíteni az autónkat. Az egyik legfontosabb dolog, amit ellenőriznünk kell, a fékrendszer és a futómű állapota, mivel az autót nyaralás előtt jellemzően jobban megpakoljuk. A nagyobb tömeg az autó fékrendszerére is nagyobb feladatot ró. Ezért érdemes megfelelő állapotú fékbetétekkel, tárcsákkal elindulni. A fékbetét elkopására utal, ha fékezéskor fémes, csikorgó hangot hallunk. Mielőtt nekivágunk a nagy útnak, nézzük meg, mikor cseréltünk olajat utoljára. Ha már csak pár ezer kilométer maradt hátra a következő cseréig, ne kockáztassunk, ne várjuk meg a nyaralás végét, vigyük előtte szerelőhöz az autót. Az elhasználódott olaj tulajdonságai ugyanis nem érik el egy friss kenőanyag szintjét, ez pedig hosszabb távon károsíthatja a motort. Ahhoz, hogy az utazás ne legyen kínszenvedés, érdemes ellenőriztetni a klímarendszer állapotát. Akkor üzemel hatékonyan az autó légkondicionáló rendszere, ha abban megfelelő mennyiségű hűtőközeg és klímaolajkering. Fontos a klíma fertőtlenítésének kérdése is. Amennyiben kellemetlen, áporodott levegő áramlik az autó belsejébe a klímarendszerből, az azt jelenti, hogy baktériumok, gombák szaporodtak el benne.
A biztonságos utazás előtt az egyik fontos lépés a kerekek ellenőrzése. A kerekek megfelelő beállítása és kiegyensúlyozása is szükséges. Ez javítja a gépkocsi kormányozhatóságát és csökkenti az üzemanyagfogyasztást. Mivel a nyaralás során egyáltalán nem kizárható az, hogy éjszaka is vezetni fogunk, érdemes ellenőrizni a gépkocsi világító berendezéseit is. A nyári felhőszakadások nem csak a sofőrt, de az ablaktörlő lapátokat is próbára teheti. Nem árt, ha egy új készlet ablaktörlővel vágunk már neki a hosszú útnak, és nem a télen elfagyott, elhasználódott szettel. Emellett elengedhetetlen a jó minőség rovaroldószerrel kevert ablaktörlő folyadék. 4000 kiránduló gyermeket fogadott a Körösvölgyi Állatpark. Lapszemle következik. Több ezer osztály kirándulót fogadott a Körösvölgyi Állatpark. A Kárpát-medencei állatvilágot bemutató állatpark az idei tavaszon 150 csoportot, összesen több mint 4000 kiránduló gyermeket fogadott. A KMNP.hu azt írta, a gyerekek egy helyen testközelből szerezhetnek olyan élményeket, melyek segítenek felkelteni a természet iránti érdeklődésüket. Élettörténetét meséli el képeivel Justin Balázs. Az orosházi művész 80. születésnapján mutatja be munkáit, írta az Orosz Café. A saját emlékeimet festettem meg, ezek inspirálnak engem igazán, mondta az alkotó. A betegek türelmét kérik. Egyszerre három házi orvos is távozott Vésztőről, közölte a Behol. A betegek türelmét kérik Vésztőn, ahol, mint ahogy az önkormányzat Facebook oldalán írták, folyamatosan keresik a lehetőségeket a még optimálisabb ellátás érdekében. Felújították a sárospataki görögkatolikus templomot. A Miskolci Egyházmegyében a legrégebben alapított parókiák egyike a sárospataki. Kőtemplomát 218 éve szentelték fel, írta a Magyar Kurír. A templom idei címünnepére ért véget a teljes külső felújítás, így került sor újbóli megszentelésére. Visszavonhatatlanul megérkezett a forróság, egész hétvégén strandidő várható. A jövő héten fokozódik a hőség. Szombaton igazi strandidőre van kilátás, sok napsütéssel és élénkebb széllel. A hőmérséklet az éjszakai 16 fokról, a kora délutáni órákra 30 fokig melegszik föl. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, és csapadék nem várható. A hőmérséklet pedig 15 és 31 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Szintet lép a legnagyobb szálloda. Vasárnap birtokba vehetik a vendégek a Munkácsi szárnyat. Beindult a parlagfű. Optimális az időjárás az allergén növény fejlődéséhez. Túlórában nyírják a füvet. Sok munkát adnak a növények a közüzemi Kft. Munkatársainak. A törölköző nem szép. A strandokon is oda kell figyelni értékeink védelmére. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!